A parlament hírnevének öregbítése. Ez volt a szerb haladó párt egyik legfőbb célja Maja Gojkovics jelölésével. A haladók emellett szeretnének minél inkább eltávolodni a 2000-es évek gyakorlatától. Az akkori házelnökök ugyanis szerintük gyengítették a poszt tekintélyét. Ima bogato parlamentarno iskustvo u svom životu. I ono što je još najvažnije, bila je poslanik, narodni poslanik opozicionih stranaka. I kao narodni poslanik koji je bio u opoziciji, bio je u situaciji da osjeti na svojoj koži šta to znači biti predsjednik koji nije dobar. Ahogyan arra számítani lehetett, a demokrata párt Gojkovics radikális párti múltját hánytorgatta fel. Szerintük a most már a haladókhoz tartozó politikus emiatt teljesen alkalmatlan a feladatra. Glasaćemo protiv, smatramo da čak i među vama ima oni koji su mnogo bolji i kvalitetni kandidati, mnogo tolerantniji, ljudi koji su zaslužili da vode ovaj parlament ispred većine, a da vi, nažalost, svojim delovanjem u prošlosti niste pokazali stepen tolerancije koji je neophodan da vodite ovaj parlament. A VMS igennel szavazott a haladók jelöltjére, mivel szerintük megfelelő támogatottsága van Maja Gojkovicsnak. Emellett szerintük három fontos feltételnek is eleget tesz. Olyan személy kell, hogy betöltse az elnöki tisztséget, akinek jelentős parlamenti tapasztalata van. Másrészt fontos, hogy a saját pártjában tekintéllyel rendelkezzen, főleg ma, amikor elsősorban a szerb haladó párt vonatkozásában kell majd önmérsékletet tanúsítani, vagy rávenni a szerb haladó pártot, hogy önmérsékletet tanúsítson itt a parlamentben. Harmadrészt pedig fontos, hogy ambiciózus személyiségről legyen szó. Végül 194 képviselő szavazott igennel, 14 pedig nemmel Gojkovicsra. Az új házelnök elmondta, három fontos célja van ezen a poszton. To su dalje razvoj i jačanje demokratije, kako u parlamentu, tako i šaljući pozitivniju sliku o radu Skupštine Srbije u našu javnost, potpunu otvorenost i transparentnost našeg rada i ono što je po meni i najvažnije, razvijanje duha tolerancije, duha jednakosti. A parlamentnek 6 alelnöke lesz. A szerb haladó párt képviselői elmondták, hogy a jövőben új házszabályzatot is szeretnének kidolgozni.